Joy Commando. Szóval, ez is eljött végül. A bosszú. Isten hozta a Gottnál, uram. Érezze jól magát. 10:30. Minden rendben. Semmi rendellenes dolgot nem észlelünk, uram. Ó! Oh. Mi van, Ricky? Mit láttál? Nem is tudom, de megmennék ráesküdni, hogy eklert láttam. Legalább megpróbálhatnál vidámabbnak látszani. Hogy mondhatsz ilyet azok után, amit velük tettünk? Hugi. Történjék bármi, én végig kitartok melletted. Közbátyú. Melletted maradok. Disznóság! Nem is kellene ma itt lennünk, Cesario. Most miért nézel így rám? Te is ugyanazt a parancsot kaptad, mint én. Úgy szólt, hogy minden ügynök maradjon a központban, és várja a további utasításokat. Nem igazság, épp vakációra készültem. Épp vakációra készültem! Igen, tudom. Tudom, mi a parancs. Készen leszek, ha ide jönnek. Ez nagyon jó. Először Eklerék, aztán Anohék is lelépnek. Ezt értékelni a közvélemény. A Gott legfényesebb csillagai egymás után hunynak ki. Nem éppen. Az ászügynökök mindig is az árnyak világában mozogtak. Sosem voltak csillagok. Olyanok itt nincsenek. Hát hogyne. Eltekintve persze a főnöktől, nem igaz? A helyükben most indítanék támadást. Amíg Sinistra és Dextera még nincs itt. Én helyesen? Semmi pánik, főnök. Nyugodtan bízza ránk őket. Elintézzük. Kapcsolják ki a riasztókat! Meg kell találnunk a támadókat! Igenis!
Siessenek! Menjenek ki! Gyorsan! Siessenek! Maguk is jöjjenek, hölgyeim! A robbanások eddig csak az egyes és a hármas toronyra korlátozódtak, akkor az egyszer szintén működik. Mit tetszen a hóhér? Megyek a lép! Mondtam, hogy a múltad elől nem futhatsz el. És most itt az ideje, hogy meghalj. Épp úgy, mint ahogy annak idején mi is meghaltunk. Ennél feljebb nem jutsz, Eckler! Szia, Dee! Áruló! Hogy mertél visszajönni ide? Én is örülök neked. Nem kéne így végződnie. Add meg magad! És nem esik bántódásod. Persze, ez nem 100%, de van rá esélye. Mégis igaz. Újra birtokában van az emlékeinek és a képességeinek. És nyilván azt is tudja, hogy ő a legerősebb közülünk. A francba besített fegyverem! Elő a bajonetekkel, fiúk! Támadás! Engedjétek el a kutyát! Ennél tovább nem engedhetünk, Lumière! Épület biztonsági berendezéseit, mi? Ha te így akarsz játszani. Ez itt túl egyszerű. Már elfelejtette? Az ellenség elfogása mi specialitásunk. Az én specialitásom pedig a megtévesztés. Remélem, nem veszitek sértésnek, de most tényleg nem érek rá veletek játszadozni. Azokkal nem is semmire. Számítottunk arra, hogy megpróbáltok az utunkba állni. Na, sziasztok! Azt hittem, hamarabb ide érsz, áruló. De nem számít, mert végre itt vagy. Azt hitted, kifoghatsz rajtuk.
Lassúak vagytok. Valóban nem túl elegáns módszer. De hát az eredménye fontos, nem? Mire nem jó a tűzoltó rendszer. Tegyem a mágneses hatalmamat. Mutasd meg, mit tudsz! Ki tudsz-e törni belőle? Ide hallgass! Mikor jelt adok, megkezdjük a prés műveletet. Ő is ember, ezt nem tehetjük meg vele! Sokkal több, mint ember. Ő egy G-osztályú ászügynök. Csinálod ezt?
finom, Hugi. Ne add fel, koncentrálj! Ez nem lehet igaz. Mit csinálja? Jól vagy, Lumi? A helyedben nem Lumière miatt aggódnék. Izolálták a szekciót, nem tudom kinyitni. Hát, ha nem megy finoman, akkor majd bemegyünk erővel. A tervetek? A te ötleted volt? Vagy te is csupán egy bábú vagy? Nem vagyok senkinek a játékszere. Már nem. Mióta itt vagyok, Eszter. Mindenjét. Nyugodj békében. Mindenható Gott összeomlott, akár egy gyenge tárgya vár. Azt hiszem, ideje lenne nekem is odébb állni. Menjetek oda! Ha valaki csapdába esett a tetőn, akkor fel kell vennünk! Igenis! Mi történt? Ez nyugtalanul eltűnt! A szenzor nem észlel életjeleket! A felébe! Vissza minden egységnek! Összeomlik a talaj!
Ki hitte volna, hogy így végződik? Ez nem a vég. Ez még csak a kezdet. Ez csak a kezdet. Ma új fejezet kezdődik az életünkben. Folytatjuk. Magyar hangok. Árkosi Kati, Zsigmond Tamara, Fabó Györgyi, Spilák Klára, Kisfalusi Lehel. Magyar szöveg Borsicki Péter, hangmérnök Schiffert László, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Szőnyi István. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.